A mai napon minden együtt van, ami egy kicsit Amerikát idézi, a középpontban az amerikai autók, de emellett azért természetesen amerikai csemegék, hotdog és hamburger is kapható, sőt, aki szeretné, a frizuráját is amerikai stílusban készítetheti el. Te hogyan csöppentél bele ebbe a világba? Igazániból én körülbelül 14-15 éves koromban kezdtem el így a kultúra iránt érdeklődni. Első körben a zene iránt, és akkor utána kezdtem el így a ruházkodásban és minden egyébben. Aztán ugye fodrász szakmámat tekintve ez így valamilyen szinten adta magát, hogy hát ugye a klasszikus dolgokkal kezdünk minden fodrásziskolát, úgyhogy már akkor is érdekelt ezeket, amiket pedig mostanában csinálok így rendezvényeken, ezeket magamtól kezdtem el így különböző bloggerek meg pin-up lányok által feltöltött videókon elkezdeni tanulni. Mi jellemző egyébként tipikusan az amerikai frizurákra egykor és most a tupiron és a csavarokon kívül? Igazániból ugye az 50-es, 60-as években, illetve belevehetjük a 40-es éveket is, nem feltétlenül a tupír volt, tehát nyilván az alapja a tupírozás volt, de a nagyon szép tiszta kifésülés volt az, ami jellemző volt, illetve hát ugye ezek a hatalmas csigák, meg hát a tipikus amerikai háziasszony frizurák, ami szép, tiszta, hullámos. Igazándiból így ennyi, amit a frizurákról tudni kell szerintem, hogy kicsit vagány, kicsit romantikus, ki milyen, tehát mindenki talál a saját személyiségéhez valót és megfelelőt. Változott-e egyébként ez mára, vagy újra divat a retro? Szerintem kezd megint divatba jönni igazándiból, mind a frizurát, mind pedig így bármilyen újságot megnézünk, nagyon-nagyon szeretik használni ugye ezt a retro szót. Na most mindenkinek mást jelentett, van, aki a 80-as, 90-es évekre már azt mondja, hogy retro. Nekünk ugye a céggel kapcsolatban is, meg így mindennel, a lakásra is azt mondjuk, hogy retro stílusban van berendezve a lakásunk. Ez az 50-es, 60-as éveket tükrözi inkább, tehát így körülbelül 70-ig bezárólag. Ez egyébként azt jelenti, hogy igénylik és hordják is még ezeket a frizurákat, vagy kifejezetten csak ilyen alkalmakor? Nagyon-nagyon sok lány van azért Magyarországon is, tehát egy ilyen 200-300 főről beszélhetünk szerintem, illetve jó magam is a hétköznapokban is így öltözködök és járok. Tehát van rá igény. Nem azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon széles réteg, de nem is annyira szűk azért. Mi lehet ennek az oka? Valahol a szerelmet mindenféle formában és fazonban próbáljátok kifejezni? Akkor legyen ez például csak a hajviselet? Szerintem így az egész most hallható rock and roll, rockabilly zene, a régi 50-es, 60-as évekbeli autók eleganciája és ez a stílus kéz a kézben együtt járnak. Hát reméljük, hogy a mai napon is lesznek új frizurák, illetve olyan gyerekek, felnőttek, akik a későbbiekben ezt majd kérni fogják. Remélem, hogy olyan is lesz, aki itt megszereti, és ugyanúgy otthon hazaviszi, és utána belecsap ebbe, mert tényleg nem egy stílusról, hanem egy életérzésről beszélhetünk.